Szeptember végére az ország egész területéről a magtárakba kerülhet a napraforgó. A betakarítás még tart, de már látszik, hogy idén rekordtermés várható napraforgóból. Így becsülték a nyár végén a gazdák is. Elképzelhető, hogy rekord lesz az ország életében az évben, és 650 ezer hektár fölött van napraforgó elvetve, és 3 tonna átlagra beszorozzuk 2 millió tonna termés körül. Becsültek a szakemberek. 3,1-3,2 tonna hektáronként ekkora termésmennyiségre számítanak megyénkben. A tavalyihoz képest növekedett a termőterületek aránya is. 51 ezer hektárról takarítják be a növényt, és a jó hozam, valamint a kedvező felvásárlási árak miatt is a következő években várhatóan tovább növelik a napraforgós termőterületek arányát a szabolcsi gazdák. A vetésváltások miatt bekövetkezik most már, hogy be kell iktatni egy napraforgót is. Eddig ettől a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeiek egy kicsit vonakodtak, de most, ahogy stabilizálódni látszik az ára, én úgy látom, hogy egyre többen fognak. Ez a repce is ezt mutassa, és a tavaszi időben a napraforgó is várhatóan ezt fogja hozni. 9500 és 10000 forint tonnája az olajos növénynek, aki tehette, már a nyár végén leszerződött, akkor még ettől is jobb áron lehetett értékesíteni. Én úgy gondolom, hogy már ez nem fog változni, úgy stabilizálódott ez a helyzet. A nyár környékén, akiknek sikerült leszerződni, azok még 11 ezer fölött is sikerült szerződni, és akkor visszajött ilyen 9 ezer környékére. Most úgy tűnik, hogy azért ez a 9002-t hallani a legkevesebbet, de 9005 és 10 ezer között. Ősszel több növénykultúránknak is kedvezett az időjárás. A napraforgó, amikor növekedési fázisban volt, mindig kapott egy kis csapadékot, a betakarításkor pedig száraz volt az időjárás. A növény szárítást sem igényelt. Az ültetvények közel 76%-án már végeztek a betakarítással. Országos viszonylatban közel 2 millió tonna terméshozammal számolnak. Ezzel idén Európa legnagyobb napraforgó termelője lehetünk.